Köszöntöm kedves nézőinket, műsorunk eheti adásában a február 27-i képviselőtestületi ülés 4. egyben befejező részét láthatják. 13-as napirendi javaslatunk Kalocsai Futballklub részére tulajdonosi hozzájárulás biztosítása Molnár Ferenc Sport és Szabadidő Központ területén megvalósítandó új műfüves nagypálya építéséhez. Király Robert képviselő úr előterjesztése. Képviselő úr, átadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ugye a TAO részünkre lehetősége csak ilyen ingatlan jellegű beruházásokra ad lehetőséget. Evel mi szeretnénk is élni, hogy Kalocsa vagyona, a kalocsai sport élet gazdagodjon. A Molnár Ferenc Szabadidő Sportközpontban hátul van egy edzőpálya, aminek az állapota most már több év óta eléggé lepusztult, rengeteg pocok van rajta, nagyon nem tudjuk használni, és ugye a élőfű adottságából, vagy jellegéből kifolyólag ugye elég szűk a felhasználási idő, február vége, március elejétől tudjuk használni ezt körülbelül október-novemberig. Az MLS kiírt egy pályaépítési programot, amiben 30%-os önrészsel lehet műfüves vagy élőfüves pályák kiépítésére pályázni. Mi ezt most a holnapi TAO zárási határidővel beszeretnénk adni. De mivel a pálya az önkormányzat tulajdonán fekszik, vagy fekszene, ezért ugye kell az önkormányzatnak a tulajdonosi hozzájárulása ehhez. Egyelőre itt még pénzjellegű dologról nem esik szó, bár benne van az előterjesztésben a körülbelüli költsége. Az önkormányzat, illetve a pályázónak körülbelül 30%-át kell állni, 70%-ot pedig átvállal az MLS. Erre a 30% ez jelenlegi helyzet szerint a pálya kialakításától függen, hogyha palánkos lesz, vagy esetleg világításos, bár ugye a világítás már félig meddig ott azért alapvetően ki van építve, 40-49-50 millió forint közötti ez az önrész. Erre mi majd, ha megnyertük ezt a pályázatot, szeretnénk beadni külön egy pályázatot, mert lehetőség nyílik pont azért, mert az egyesületeknek elég szűk az anyagi lehetősége, lehetőség van ezt is megpályázni, ezt az önerőt, vagy az önrészt. Úgyhogy az előterjesztés először is kérem a testületet, hogy ezt szavazzák meg. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretném kérdezni, hogy kérdés van-e képviselőtestület tagjai részéről. Dr. Bagó Zoltán képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szót, polgármester úr. Tehát csak elnézést, hogy jól értem-e, tehát hogy lesz egy pályázat, amely pályázatból lehet műfős pályát építeni 165 millióból, ennek 50 millió az önkormányzati önereje, vagy 50 millió az önereje, ami egyébként nincs meg, majd a későbbiekben a KFC erre az 50 millióra kérelmet szeretne beadni az önkormányzathoz, viszont ezen a pályázaton már most szeretne indulni. Tehát pénz nincs, de szeretne műfős pályát az Egyesület, és majd reménykedik benne, hogy az 50 millió önerőt azt valahonnan összedi. De nem biztos, hogy jól értettem, azért kérdezem. Akkor válaszolok képviselőtársamnak a kérdésére. Per pillanat a pályázatnak nem része az anyagi, tehát az önerőnek a megléte. Egyelőre a pályázat csak arról szól, hogy elnyerhető ez, vagy sem. Ez egyébként egy picit bonyolult kétlépcsőses pályázat, mert ezt az MLS-hez kell bejutani, de az MLS a közvetlen döntést viszont a megyei szövetségekre fogja bízni, ugyanis erre külön keret van megyénként, ami széthozható ezekre a pályázatokra. Na most ezt a megyétől is ugye bekértük az állásfoglalást, mi vagy megye egybe indulunk,
gyakorlatilag ezen kívül csak egy NB3-as, meg egy NB2-es csapat van a megyébe. Prioritást élveznek a magasabb szintű csapatok, és támogatást, illetve hozzájárulásokat adták, illetve beleegyezésüket, tehát ha megnyerjük, akkor ők támogatni fognak ebben. A következő lépés igen az, amikor megvan a pályázat, akkor pontos három beruházótól kell majd árajánlatot kérni, hogy a legjobbat kiválasztani, és akkor lesz meg a pontos összeg, és akkor lehet azt a pontos összegre majd pályázatot benyújtani, illetve ha nem tudunk benyújtani, akkor azt az önkormányzat felé benyújtani, és ha esetleg az nem fog az önkormányzatnál majd, nem találunk rá anyagi forrást, akkor azt le lehet mondani azt a pályázatot gyakorlatilag. Tehát nincs neki igazából egyéb más anyagi vonzata. Köszönjük szépen. Kérdés, dr. Bagó Zoltán képviselő úr, parancsoljon. Azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, hogy vállalkozóként a saját vállalkozásába beleugrana egy ilyen pályázatba, vagy családapaként a családi költségvetést megterhelnie egy ilyen pályázattal, vállalná-e a konzekvenciáját, illetve a felelősségét, hogy egy harmadnyi finanszírozást így, ha és amennyiben elnyeri első körbe, akkor majd ezt bele kell tolni. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Parancsoljon, király képviselő úr. Én úgy érzem, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ez nem egy gazdasági jellegű beruházás, ahol ennek van majd valamilyen anyagi megtérülése. Ez Kalocsa város életének gazdagodását jelenti. Ugye előttünk van a paksi bővítés, itt ugye arról beszélünk, hogy egyre több lehetőséget kell adni majd a sportolásra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most nem ugyanról beszélünk. Nem tudom, két évben az önkormányzat milyen anyagi helyzetben lesz, milyen támogatást tud esetleg ezt kapni, kérni, tehát ezt előre nem tudom megmondani. De amíg nincs elnyert pályázat, addig nem lehet kérni rá semmiféle támogatást. Köszönöm szépen. Kérdés, van-e még dr. Körmendi Szabolcs, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr, nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ennek a műfüves pályának a feltöltése az ugyanolyan gumigranulátumból lenne, mint ami a korábbi műfüves pályáknak, ugyanis ugye annak a feltöltő anyagát már vizsgálják, és az Egyesült Államokban, ha jól tudom, rákkeltőnek tartják, és különösen focistáknál, a kapusoknál, akik nagyon gyakran közel kerülnek ez a granulátumhoz, tehát hogy ez ugyanez a granulátum-e. Ez az egyik kérdésem, a másik kérdésem pedig az lenne, hogy azért, mint pénzügyi bizottsági elnök, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor az 50 millió forint honnan lenne, hogy majd megpályázzuk esetleg, és hát ha lesz, hogy azért, ha 2,5 millió forintot nem tud kigazdálkodni a sportklub, akkor az 50 millió forint az honnan lenne biztosan? Köszönöm a kérdést. Képviselő úr, parancsoljon. Említettem már, hogy szeretne a klub erre pályázni, és ha a teljes összeget elnyeri, akkor természetesen nem is kell önkormányzati támogatás. Ha ebből részt, akkor ugye szeretnénk kérni. Ha pedig egyáltalán nem tudunk, akkor is már az önkormányzat el fogja dönteni, hogy bevállalja vagy nem. De akkor lehet majd ugye ebből előterjesztést, hogyha van nyertes pályázat és pontos összeg, és akkor lehet ugye berakni költségvetési tételként, hogy belefér-e vagy sem. A granulátról igazából nem tudok ilyen mértékben nyilatkozni, nagyon sok helyen látom, nem hallottam még ennek a problémáját. Ugye mostanában azért mindenről beszélnek, most már ugye most hallottuk, nem tudom, Skóciában megtiltják a gyerekeknek a fejelést, tehát van itt olyan dolgok, amit az ember előre nem lát, nem tud, nincs bebizonyítva, nem tudom, tehát... Jó. A műfűnek egyébként csak, hogy az a óriási előnye az élőfűhöz képest, hogy ugye azt januártól december 31-ig lehet használni, olyan vízelvezetési rendszer van, hogy ugye nem áll meg rajta a víz, nem kell füvet nyírni, stb. Ugye erre a karbantartó gépünk nekünk megvan, az önkormányzat
ti támogatást megkaptuk, illetve az önkormányzat fogja megvenni hozzá a karbantartógépet, tehát igazából ennek a karbantartása már megoldott lenne. Jó, köszönjük a választ. Kérdés van-e még az előterjesztéssel kapcsolatosan? Kérdés még? Hogy ne lehetne, parancsoljon ki. Tehát elnök urat szeretném kérdezni, hogy van arra előzetes számításos statisztika, hogy körülbelül hány fő használná ezt a műfűves pályát? Ne, és ne azt mondd, hogy hány embert érint, mert mondjuk 500-an járnak meccsre, meg van 100 sportoló, stb. Úgy összehasonlításképpen mondjuk az eddigi műfűes pályák gyakorlatában, hogy hasonló méretű önkormányzatnál ez hány embert érint? 5-öt, 50-et, 500-at, 5000-et? Hát satszolni tudok csak, mert nálunk 50 ember van, a Mélyecskéknél 250 igazolt játékos van, ugye használják az amatőr focisták, ott is az olyan 250-300 fő, illetve kiárnak az iskolák is oda, igen, tornónát tartani, tehát nem tudom pontosan. Köszönjük szépen. További kérdés van-e? Dr. Körmendi Szabolcs képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. Azt szeretném megkérdezni, hogy most fölmerült az a kérdés, hogyha ugye egyelőtt, tehát most úgy van, hogyha kimegy bárki gyerek a KSC pályára, akkor ugye tud focizni, mert van egy ilyen pálya. Igaz, hogy föl van turva, vakontúrások vannak, de fű van, kapura lehet rúgni, lehet játszani. Na most, hogyha az egyik pálya lesz a nagy pálya, amire ugye élő focistákon kívül élő ember nem nagyon mehet föl, vagy legalábbis nekem az Okrásan Jövácsir van még ez az élményem, hogy nem lehet oda bemenni. A másik pedig műfüves pálya lesz, amire nyilván megint nem lehet rámenni, akkor hol lesz a tömegsport része ennek a dolognak? Tehát aki ki szeretne menni, mondjuk haverok, mint régen, amikor gyerekek voltunk, lehet, hogy veled is, de Csabival is mentünk, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye egy osztályba jártunk. Most is lenne, nem mindenki ül a számítógép előtt, nem mindenki akar Xboxozni, szoktam kijárni, futni nyaranta a pályára, és látom, hogy ott gyerekek fociznak, tehát ők fölmehetnek, majd vagy pedig akkor az is lesz tiltva, és igazából a gyerekek majd nem tudni, hogy hol fognak focizni, mert nincsen olyan pálya, ahol igazából biztosított az, hogy ők szabadon játszanak. Köszönöm, parancsoljon képviselő úr a válaszra. Hát ennek a kérdésnek a megválaszolása a Balogi képviselőtársam jobban tudna válaszolni, mert ugyanúgy működhet, mint a csarnokbeosztás, mert ott is úgy van, hogy ha megvan pontosan a beosztás, akkor ugye mindenki tudja használni. Így gyakorlatilag itt is edzésbeosztás van, és azon kívül, meg délelőtti tanrendek, tehát azon kívül lehet használni. Tehát én személy szerint soha senkit nem tiltottam el a sportolást, honnan is fogok. Örülök, ha valaki kimegy focizni, úgyhogy ez szervezés kérdése. Tehát ez a kitiltás, ezt igazából nem is értem. A másik pályánál lehet, hogy arra gondolt, hogy ott a hálók állapota már elég kritikus vagy tragikus, és hát sajnos besegítettek ott gyerekek egy kis rombolással, de mondjuk arra is lehet megoldást találni, hogy ne történjen az meg. Jó, köszönjük szépen. Kérdés van-e még? Ha kérdés nincs, akkor a kérdéskört lezárjuk. A vitát megnyitom az előterjesztéssel kapcsolatosan. Vélemények, hozzászólások vannak ezzel kapcsolatban, kérném. Király Róbert képviselő úr. Akkor szintén bejelenteném érintettségemet. Köszönöm szépen. Hozzászólás, vélemény van-e? Képviselő testület részéről nincs, nekem lenne véleményem, én annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szép a kezdeményezés, és nagyon szép az aktivitás, hogyha ilyen pályázati lehetőségeket figyelnek az egyesületek és klubok. Én most egy kicsit óvatos lennék ezzel, ez a 164,5 millió forintos beruházás egy ilyen műfüves nagypályára, Kalocsán én ezt nem érzékelem az indokoltságát, úgy,
hogy az önkormányzatnak egy ilyen kötelezettséget kell vállalni. Igen, a mostani előterjesztés arról szól, hogy egy tulajdonosi hozzájárulást adjon. Nyilvánvaló, megadja a tulajdonosi hozzájárulást, ismerjük a pályázati anyagot, ez egy 70%-ban finanszírozott pályázat, és itt van 49.350.000 forint, ez a 30% önerő. Ezzel már egy ráutalást tenne az önkormányzat, hogy igen, tulajdonosi hozzájárulást ad, és támogatólag lép fel. Semmi esetre sem tartom jó ötletnek, és semmi esetre sem tudok támogatni ilyen műfüves futballpályának az építését, mindegy 50 millió forintos önkormányzati önerő felhasználásával. Azt gondolom, hogy nagyon sok más olyan terület van, ahová ezt az összeget fel tudnánk és fel kell használnunk. Ha lehetőségünk lenne, jelenleg lehetőségünk sincs rá, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a pályázatot ezzel nem tudunk élni, illetve nem egy előnyös dolog ez a városnak, illetve az önkormányzatunknak. Reméljük, hogy a jövőben lesz majd olyan pályázat, ahol kedvező feltételek lesznek, és akkor élni tud a lehetőséggel. Ha 100% finanszírozású lenne, nyilván teljesen más megítélés alá állna. Én így ezt kockázatosnak tartom. Azt, amit mond képviselő úr, hogy adjuk most a hozzájárulást, és később eldöntünk, én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak egy következetes, kiszámítható és komoly magatartást és döntéseket kell hozni, nem így hazárdírozni, hogy na most akkor megadjuk a hozzájárulást, utána majd visszavonjuk, mert akkor mégsem. Úgyhogy ebben az önkormányzati döntési mechanizmus az azt gondolom, hogy sokkal kiszámíthatóbbnak és következetesnek kell lennie. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója az előterjesztéssel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslat, írásba kiküldött határozati javaslat változatlan formában történne szavazásra. Feltéve előtte ismételten Király Robert képviselőtársunk szavazati lehetőségéről kell, hogy szavazzunk a személyes érintettsége miatt. Tehát aki azt szeretné, hogy szavazhasson igennel, aki kizárná, az nemmel szavazzon, kérném. Kérem a szavazást. Kilenc igennel, egy tartózkodás mellett akkor nem zártuk ki Király Robert képviselő urat érintettsége okán. Úgyhogy akkor a határozati javaslatról szavazzunk. Kérném a szavazást. Egy igen, kilenc tartózkodással a képviselőtestület nem támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Következő 14-es napirendünk, részvétel az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázaton és csatlakozás a polgármesterek klíma- és energiaügyi szövetségéhez. Ma kaptuk ezt a felkérést, ennek a lehetőségét, ugye itt most szó van különböző pályázati lehetőségekről, itt egy tervezett projekt összköltsége 70 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. Ennek feltétele, hogy az önkormányzatunk, az a polgármesterek klíma- és energiaügyi szövetségéhez csatlakozzon. Jelenlegi információk szerint, amelyik önkormányzatnak nincs SECAP-ja, egy ilyen fantázia nével 2021-27-es uniós időszakban nem fér hozzá zöld támogatásokhoz, ezért fontos, hogy ebbe belépjünk, illetve az önkormányzat a pályázat elnyerésével 2021-től induló projekt keretében lehetőséget kíván biztosítani a megye összes településének saját és éghajlatváltozás hatásaihoz való felkészülésében, úgyhogy a Bács-Kiskun megyei önkormányzat küldte ezt a felhívást, Rideg László elnök úr, úgyhogy köszönjük szépen, hogy gondoltak ránk. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez előnyös az önkormányzatunk számára, illetve így tudunk ezen a pályázaton részt venni. Szeretném kérdezni, és ugye holnap 12 óra ez a szándék nyilvánítás, illetve az itteni határozatoknak az elfogadásának a tovább küldése, úgyhogy ezért került ez itt most elénk. 100%-os támogatottságú, azt gondolom klímavédelem nagyon-nagyon fontos Kalocsának is, úgyhogy mindenféleképpen ezzel a lehetőséggel élnünk kell.
Szeretném kérdezni, hogy kérdése van-e valakinek ezzel a témával kapcsolatosan. Az előterjesztéseket mindenki megkapta, ugye? Sikerült is áttekinteni. Jó, ha kérdés nincs, akkor hozzászólás, vélemény van-e? Hozzászólás, vélemény nincs, akkor a vitát zárom. Ezzel a napirenddel kapcsolatosan kettő határozati javaslatunk lesz. Határozati javaslat 1-es. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete részt kíván venni a TOP 3.2.1-16 kódszámú önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás benyújtásában és támogatás esetén annak végrehajtásában. Erről kérek egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Határozati javaslat 2. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete aláíróként csatlakozik a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetségéhez. Kérünk egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Egyebek napirendre javaslat nem érkezett. Polgármesteri beszámolót szeretnék tartani. Az első téma, amit szeretnék említeni, egy tájékoztatást szeretnék a képviselőtestület felé adni. Ugye az SMS-ben, szervezeti működési szabályzatunkban módosítás történt, hogy két testületi ülés között polgármester olyan támogató nyilatkozatot, vagy hozzájáruló nyilatkozatot adhasson, amely nem jár anyagi vonatkozású kötelezettségvállalással, és a KKC, a Kalocsai Kézilabda Klub egy kérelemmel fordult az önkormányzat felé, tulajdonosi hozzájárulást kért, hogy a városi sportcsarnokban a TAO pályázat keretében kihangosító berendezésre és takarítógépre be tudjanak nyújtani pályázatot. Nem kértek önerőt az önkormányzattól, úgyhogy ezt a tulajdonosi hozzájárulást kiadtam nekik, hangsúlyozva úgy, hogy ugye nincs anyagi kötelezettsége az önkormányzatunknak. Úgyhogy erről egy külön szeretnék egy tudomásult vételt kérni erre a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról, és egyebekben kérnék egy tudomásul vételt, hogy a képviselőtestület elfogadja a polgármester beszámolóját, és egyben tudomásul veszi, hogy a Kalocsai Kézilabda Klub részére tulajdonosi hozzájárulás került kiadásra a TAO pályázathoz, kihangosító berendezés kiépítésére és takarítógép beszerzésére a városi sportcsarnokba. Erről egy szavazást kérnék. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta ezt a beszámolót. Köszönöm szépen. További polgármesteri beszámolói témák az aljegyző státusz vonatkozásában. Az aljegyző, hogy korábban itt már az SMS módosi, a szervezeti működési szabályzat, illetve az a polgármesteri hivatali struktúra módosításra került, így az aljegyzői vezetői megbízás visszavonásra került, és ezúttal is szeretném megköszönni dr. Tóth Kovács Ádámnak a lelkiismeretes munkáját. Egy pályázatot adtam ki, ez munkáltatói jogok gyakorlójaként én teszem meg. Erre a pályázatra 5 pályázó adott be pályázatot. Tóth Kovács Ádám úr már nem kívánt ebben pályázni, és ez elbírálásra került, és 2020. március 1 napjától dr. Látó Anita fogja betölteni az aljegyzői státuszt. Jó munkát kívánok neki. Ő sem nyilván ismeretlen itt a hivatali apparátusban, az adócsoportot vezette eddig. Következő tájékoztatásom lenne ugye a díszpolgári cím.
és a korábbi döntés alapján a címzetes főorvosi oklevelek átadása kerülnek ugye március 15-én az ünnepi testületi ülésen, melynek kezdete 9 órakor lesz. Erről a képviselőtestület tagjainak külön meghívót fogunk küldeni, tehát március 15-én 9 órakor itt a díszteremben. Továbbá szeretném még felhívni a tisztelt képviselőknek a figyelmét, hogy aki még nem csinálta meg ezt a kötelező képzését, melyet február 29-éig kell megcsinálni, azt kérném, hogy legyen szíves, mert megcsinálni, mert kormányhivatal esetleg rosszallását fejezheti ki ezáltal, hogyha ez határidőre nem készül el. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna, és egy tudomásul vételt szeretnék ezen polgármesteri tájékoztatási témákról is ismételten. Kérnék egy szavazást a polgármesteri tájékoztatóról elfogadásáról. Köszönöm szépen, 10 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Előzetesen március 19-én testületi ülés. A következő képviselőtestületi ülésünk előre láthatólag március 19-én csütörtökön lenne. Csak azért mondom így előre, hogy körülbelül így számoljanak. Ez 90%, hogy ekkor, tehát egy 3 hét múlva. Nagyon szépen köszönöm az aktív közreműködést, köszönöm a megjelenést. Viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos, további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra.